A reformáció emlékévében a protestáns egyházak Szabolcs-Szatmár-Bereg megye történetében betöltött szerepéről emlékeztek meg a megyei közgyűlésen. A testület határozatot fogadott el, melyben hálával emlékezik meg azokról, a lelki, szellemi és kulturális emlékekről, amellyel a protestáns egyházak szolgálata mindig is gazdagította a megyét. A reformáció 500. és a magyarországi protestáns egyház 450. évfordulója kapcsán a képviselők kiemelték és elismerték az egyházi közösségek társadalmi szerepvállalását. Azt gondolom, hogy méltó és igazságos, hogy megköszönjük azt a munkát, amelyet a protestáns egyházak ebben a megyében végeznek, és ezt tette meg ezzel a szép gesztussal a megyei közgyűlés. Ezzel egy jel akartunk lenni, mind a múlt, a dicső múlt, akár Károli Gáspár személye, akár az Erdődi Zsinat, akár az a szerepvállalás, ami szociális, karitatív, oktatási téren a református egyház, az evangélikus egyház végez, vagy Nyíregyháza történetében az evangélikus egyház szerepe, azt gondolom, hogy alapvető témát adott ehhez, hogy emellett a megyei közgyűlés egy ilyen jeles és kerek évforduló kapcsán nem mehetett el szó nélkül, és erről szól ez a megyei közgyűlési határozat. A terület és településfejlesztési operatív programra beérkező pályázatokat egy erre létrehozott közgyűlési bizottság értékelte korábban. A toppos pályázatok döntéshozatalát egy 2014-es úgynevezett 272-es kormányrendelet szabályozza. Ez a rendelet többször módosult, melynek értelmében már nincs szükség egy külön bizottságra a pályázatok értékeléséhez, elbírálásához. Megtörtént a kormányrendelet módosítása, és ennek eredményeképpen a megyei közgyűlés mindenféleképpen, utólag ugyan, de mindenféleképpen dönt minden egyes pályázati konstrukcióról, sőt, minden egyes pályázatról is. Ilyen értelemben felesleges egy bizottsági előkészítés, magához vonhatja a közgyűlés az egész döntési folyamatot, és a közgyűlés közvetlenül dönt minden egyes pályázatban. A most megszüntetett bizottság eddigi munkájának az értékelését hiányolta a közgyűlés szocialista frakciója. Azért szerettem volna, hogy értékeljük ennek a bizottságnak a munkáját, mert nem szeretném, hogyha a bizottság helyett majd a megyei közgyűlés ugyanilyen módon hozná meg a döntéseit. Tehát ugye az elnök indoklásában az szerepel, hogy a jogszabályváltozás miatt szüntetjük meg a bizottságot, de nekem a szándékom az az, hogy maga a döntéshozatal is változzon meg. Azaz, ne hagyjuk figyelmen kívül a szakmai értékelést, és szánjunk kellő időt arra, hogy az egyes pályázatok vajon összhangban vannak, vagy nincsenek a megyei fejlesztési koncepcióval. A közgyűlésen elhangzott, hogy ezentúl a testület egésze zárt ülésen szavaz majd a fejlesztési pályázatokról. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye három országgal határos megye több határmenti együttműködési programban is érintett 2020-ig. A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna közös fejlesztései célzó programok között a környezetvédelmi, az árvíz és katasztrófavédelmi beruházásokat támogatta a Jobbik, ám nem szavazott az infrastruktúrát fejlesztő pályázatokról. Én személy szerint és a Jobbik frakciója is úgy gondolja, hogy azokat a kezdeményezéseket, amelyek tulajdonképpen ezeknek az államoknak a vagyongyarapodását szorgalmazza, azokat nem vagyunk hajlandóak támogatni mindaddig, ameddig el nem ismerik teljes értékű állampolgáruknak a leszakított területen élő magyarságot, és itt nem elég az, hogy teljes jogú állampolgároknak, mert hiszen mondhatják azt az ukránok, hogy teljes jogú állampolgároknak tekintik a magyarokat, mert beszélhetnek innentől kezdve és tanulhatnak innentől kezdve ukránul. Csak hát itt a kötelező érvényességről van szó. Nekik tudomásul kell venniük, hogy azok az ott élő állampolgáraik nem ukrán anyanyelvűek, nem román anyanyelvűek és nem szlovák anyanyelvűek, hanem magyarok. Ameddig az ő jogaik sérülnek, én személy szerint és a Jobbik frakciója semmilyen olyan kezdeményezést nem fogunk támogatni, amely az ő vagyongyarapodásukat eredményezi. A határmenti programokban a környezet és klímavédelem az egyik kiemelt terület. Egy nagyon fontos fejlesztést tervezünk megvalósítani a Beregszászi járásban, a Jánosi településen, a Tisza Európai Területi Tárulásulás segítségével, amely egy hulladék lerakót céloz meg Jánosiban, és ezzel a Beregszászi járás, legalább a Beregszászi járás szabályozott hulladék lerakása megvalósulhat, és így remélhetőleg a Tisza, illetve a határon átfolyó folyók szilárd hulladék szennyezettsége is csökkenhet a jövőben. Ez a pályázati csomag nyújt majd forrást a Tisza, Túr árvízvédelmi fejlesztéseihez, valamint a határon túli területek vízminőségi monitoring hálózata is továbbfejlődhet a felső Tisza vízgyűjtőjén a közös magyar-ukrán vízrajzi távmérő rendszer korszerűsítésével.